Jó estét, sziasztok, Cibor Szilvia vagyok. Már pár hete, minden héten tartok egy ilyen prezentációt a Filzennek a termékeiről, ami természetes étrendkiegészítők, illetve élelmiszerek, táplálékok, és a Filzennek az üzleti lehetőségéről, viszont azt tudni kell, hogy nem a Filzennek a hivatalos webináriuma ez, ezt a saját csapatomnak a kérésére és igénye miatt tartom. Minden héten egy kicsit másról beszélek többet. Most a csokoládé van terítéken, ugyanis jövő héttől elkezdődnek a csoki partik országszerte, nagyon sok állomáson, és ezért egy kicsit többet szeretnék beszélni a csokiról, ami egy nagyon egészséges dolog. Viszont előtte azért szeretném egy kicsit a céget bemutatni. Farkas Lajos és Kókai József magyar tulajdonosai a cégnek, egy Angliában bejegyzett cégről van szó, amely természetes táplálékkiegészítőket forgalmaz, amire nagyon nagy szükség van a mai világban, ugyanis ugye az interneten most már minden megtalálható, nagyon okosak vagyunk az internetről, viszont bármit elkezdünk keresni, mindenről találunk hideget, meleget, és akkor dönts el az ember, hogy mi jó a szervezetnek, mi nem. Viszont itt a Filzennél nagyon jó lehetőség van arra, hogy a saját tapasztalatainkat megosszuk, hogy valójában mi az, ami kell a szervezetnek. Az emberi test az egy csodálatos természet alkotta gépezet, hogyha úgy vesszük. Természetes dolgokra van szüksége. És nagyon elment a táplálkozásunk most már a természettől. Ugye nagyanyáink, dédanyáink még azt mondták, hogy az akkori élelmiszerek, amik voltak, hogy mindenből lehet enni, és mindenből egy kicsit minden kell a szervezetnek. Aztán jött egy olyan időszak, amikor a húst kikiáltották halálos ellenségnek, zsírt nem szabad enni, és jöttek ezek a csodálatos, ízű, színű, állagú, agyon rakott mindenféle kémiai anyagokkal, élelmiszernek nem nevezhető dolgok, és bizony egyre több a beteg ember, nem csak azért, mert ezek az élelmiszerek megbetegítenek, hanem gondoljunk abba bele, hogy vannak olyan vitaminok, ami zsírban oldódó vitaminok, amire egyszerűen szüksége van a szervezetnek ahhoz, hogy életben tudjon maradni. És hát annyit hallottunk a zsíroknak a káros hatásáról, hogy sajnos nagyon sokan vannak, akik állati zsíradékot egyáltalán nem is vesznek magukhoz, és hát nagyon megváltozott a táplálkozási szokásunk. Ennek következtében rengeteg az elhízott ember, nem csak felnőttek, hanem gyerekek is. Nagyon sok olyan anyagot viszünk be a szervezetünkbe, ami ellen megpróbál védekezni a szervezet, és így tud védekezni, hogy körülveszi a rossz dolgokat zsírokkal, amik lerakódnak a szervezetünkbe. Nagyon komoly problémákat okoz manapság az elhízás, és ugye nem elsősorban esztétikai probléma, hanem főleg egészségügyi probléma az elhízás. A másik, hogy nagyon mozgásszegény életmódot folytatunk, ugye most már a munkáknak, a munkalehetőségeknek a nagy része és ülőmunkagépek egyre inkább átvették az embereknek a munkáját, nagyon keveset mozgunk, tudatosan kell mozogni ahhoz, hogy az ember a szervezetének szükséges napi mozgást elvégezze. Viszont akik sportolnak, rendszeresen mozognak, azt tapasztalják, hogy nem igazán bírják az ízületeik. És hát ez is visszavezethető a táplálkozási szokásainkra. Ugye nem kapja meg a szervezet azt, amiből a kollagén állományunkat föl tudja építeni, ezért már nagyon fiatal korban jelentkeznek az ízületi kopások. És hát mit lehet ilyenkor tenni? Erre legalábbis egy részére nagyon jó megoldást nyújtanak a Filzennek a termékei, amik poralakúak, természetesek, a napraforgó lecitin
maga a lecitin úgy, ahogy a napraforgó magból ki van vonva, úgy kerül forgalomba, úgy kerül bele a tejünkbe, vagy a joghurtunkban, be belekeverjük. Erősen zsírbontó hatású anyag a lecitin. Minden egyes sejtünk tartalmaz lecitint, a sejtünk, sejtjénknek a megújulásához nagy szüksége van a szervezetnek rá. Tisztítja az érfalakat, serkenti az agyműködést, nem csak annak köszönhetően, hogy az ereinket tisztítja, hanem az idegi ingerület átvitelt is segíti. Nagyon sokan tapasztaljuk azt, hogy a hajunk, a körmünk elkezd szépülni, valamint csökkenti a koleszterin szintet. Ugye a koleszterin az miatt okoz nagyon nagy problémát, hogy az ereknek az állapota olyan, hogy a szervezet elkezd koleszterint termelni a sérült ereknek a falát, hogy kijavítsa, és ezért nagyon komoly problémákat okoz a magas koleszterin, viszont a napraforgó lecitin az a erekre gyakorolt jótékony hatásának köszönhetően a koleszterin szintet is csökkenti, illetve vannak olyan tapasztalatok, hogy vérnyomás problémákra nagyon jó megoldást nyújt, kiknek ajánljuk. Fogyni vágyóknak, én mikor a Filzennek a termékeit megismertem, akkor nagyon nagy fogyókúrában voltam, vagyok, azóta fogytam 11 kilót, szinte csak a Filzen termékeinek köszönhetően, mondjuk annyit még mellé tettem, hogy este 6 után nem ettem, hanem 6 óra körül valami könnyű vacsorát és kollagént fogyasztottam, ami szintén a Filzennek egy fantasztikus terméke, a nős éhségcsökkentő, és ezáltal könnyen megálltam, hogy ne vacsorázzak, úgyhogy tulajdonképpen ezt is a Filzennek köszönhetem. Az ízületi problémával küzdők, az időjárási frontokra érzékenyek, az emlékezet problémával küzdők, illetve azok a fiatalok, akik vizsgára készülnek, a szellemi foglalkozásúak is érezhetik azt, hogy a lecitinnek köszönhetően frissebb marad a gondolkodásuk, illetve a sportolóknak. És akkor itt van a kollagén, amiről beszéltem. Kétfajta kollagént lehet rendelni a Filzennek a webáruházából. Van natur, és van ízesített. Az ízesített az xilittel és C-vitaminnal van ízesítve. Ugye a kollagénnek mondtam, hogy van egy olyan jó tulajdonsága, hogy rengeteg folyadékot képes magába szívni, ezáltal kitölti a gyomrot, és kevesebb élelmiszerre van szükség ahhoz, hogy az ember érezze a jó lakottságot. Amúgy egy alacsony tápértékű, magas fehérje tartalmú anyagról van szó. Ugye a kollagén az egész szervezetünknek a rugalmasságáért a kollagén felel, és mikor 30 éves korunk körül elkezdjük nézegetni már a ráncainkat, azoknak a kialakulása annak köszönhető, hogy ebbe a korba kezd a kollagén eltűnni a szervezetből. 40 éves korunkra olyan 40%-át elveszítjük már a kollagén állományunknak, 60 éves korunkra kollagéntermelődés, a természetes kollagéntermelődés szinte le is áll a szervezetbe, és eddigre a 60%-át elveszítjük a kollagén állományunknak, ami a bőrünk 73%-a kollagénből áll, de hát az egész testünk, az izomzatunk, az érfal, a belső szerveink, az ízületeink mind-mind a kollagénnek köszönhetik a rugalmasságát, ezért oda kell figyelni arra, hogy ha már van lehetőségünk pótolni, akkor pótoljuk. Mivel hogy ez a kollagén lebomlik a szervezetbe, és maga a szervezetünk építi újra belőle a kollagén állományt ott, ahol szükséges, az ízületi fájdalmakat könnyen megszüntetheti. Ugye a porckopások a kollagén hiánynak köszönhetően alakulnak ki jelentős részük, és ez újra tudja építeni ebből a kollagénből a szervezetünk. Erre külön ki szokott térni dr. Szamosi Tamás professzor, aki rendszeresen tart előadásokat nekünk orvosi szempontból, hogy működnek ezek a termékek a szervezetünkbe. Ugye mivel pótolja a kollagén állományunkat, csökkenti az öregségi ráncokat, amik már nagyon fiatalon jelentkeznek, regenerálja a bőrt, és hát ugye mondtam, hogy ízesített és natur változatban is kapható. Aki natúrt fogyaszt, az vagy rendel, az nyugodtan beleteheti valami gyümölslébe, vagy
vagy szőrbe, vagy ízesíti azt a folyadékot, amivel issza. Kiknek ajánljuk? Fogyókúrázóknak, ízületi fájdalmakkal élőknek, porckárosodással élők, csontbetegségekben szenvedők, a kollagént segíti, a kollagénnek az egyik aminosava segíti a kálciumnak a beépülését a csontokba, ezáltal a csontritkulásban szenvedőknek is nagyon jó szolgálatot tesz. Sportolók, sportsérülésből gyógyulók. A lecitinés és a kollagén is havi kiszerelésben van, 4 hetes adag, amit tartalmaz egy-egy doboz. Fogyasztói áron, hogyha valaki csak egy-egy dobozzal vásárol belőle, 4680 forint, illetve már az első vásárlás alkalmával lehet törzsvásárlóként is vásárolni. Ebben az esetben 3900-3900 forintba kerül mind a kettő. A kollagénnek a beépüléséhez is szükség van C-vitaminra, amúgy meg mindenhez, tudjuk, hogy a C-vitamin hiánya az nagyon komoly egészségügyi problémákat okozhat, sőt, mi több, hogyha valaki olyan szinten nem visz a szervezetébe C-vitamint, hogy egyáltalán akár bele is lehet halni ugye a C-vitamin, vagy gondoljunk csak a skorbutra. A C-vitamin az támogatja az immunrendszert, segíti a szervezetünket a vírus és a baktérium fertőzéseknek a legyőzésében, az egész szervezetnek az ellenálló képességét javítja. A C-vitamin az egyik legismertebb antioxidánsunk, ami hatástalanítja a szervezetben felszabaduló szabad oxigéngyököket, a májműködésünket segíti, és hát mondtam a kollagénnek a beépüléséhez, ahhoz, hogy a szervezet a kollagént újra fel tudja építeni, ahhoz szükség van a C-vitaminra. Kiknek ajánljuk? Mindenkinek. Lizin, a lizin a kollagénben is található lizin, ugyanis ez a kollagénnek az egyik aminósava, a kollagént a szervezet 17 féle aminósavra bontja le, köztük arra a 9 eszenciális aminósavra, ami elengedhetetlenül szükségünk van a szüksége van a szervezetünknek a működéséhez, és a lizin is egy ilyen eszenciális aminósav, ami külön is vásárolható a Filzennek a webáruházába, mert a lizin az, ami a kálcium kiválasztást és beépülését segíti a csontokba, úgyhogy a csontritkulásnak a megelőzésére, kezelésére bátran ajánljuk. Jótékony hatással van az erekre, a szívre, tulajdonképpen a Filzennek minden egyes terméke a szív- és érrendszerre, az ízületekre, a súlyproblémákra nagyon jó megoldást ad, és nagyon segíti ezeknek az állapotának a egészségben tartását, illetve az állapot javulását. A lizinnél külön el kell mondani azt, hogy a herpesznek a kezelésében nagyon hatásos, megöli a herpesz vírust, hogyha ha valaki érzi, hogy elkezd kijönni akár a száján a herpesz, vagy aki övsömörre, nagyon sokan vannak, akik rendszeresen kilódnak övsömörre, és ugye azt is herpesz vírus okozza, arra is nagyon-nagyon jó megoldást nyújt. Nincs az a hetekig tartó szúró fájdalom, nem sebesedik ki, hanem egy 2-3 nap alatt eltűnik a vírus a szervezetből. Illetve a sportolók, akik azok a testépítők, akik szép izmokat szeretnének, azok is hatékonyan tudják használni a lizint, ugyanis segíti a testtömegnek a növekedését. Ezzel el is mondtam, hogy kiknek ajánljuk, csont problémákkal küzdők, műtétből gyógyulók, erősebb, gyorsabban regenerálódik a szervezet, az érszükülettel élők, ízületi betegségekben szenvedők, herpeszfertőzöttek és a sportolók, testépítők szintén bátran használják. És akkor ugye az elején mondtam, hogy a csokira szeretnék egy kicsit jobban kitérni, és jövő héten, hétfőn kezdődik egy országos turné, Farkas Lajos és párja Kata több helyre el fognak látogatni az országban. Úgynevezett csoki partikat tartanak. Én mióta tavaly októberben jött ki a Filzennek a saját csokoládéja, ez a Zasteo kétféle csokia van, a gold és a green. A green az egy inuli rostot tartalmazó csoki, a gold huminsavat tartalmaz. Mióta kijött, én multivitamin helyett fogyasztom, és tényleg fantasztikus hatása van, és a csokinak, a kakaónak
a kutatásairól, az egészségügyi hatásairól, a vitamin tartalmáról lesz szó ezeken a csoki partikon, ahol meg is lehet kóstolni ezeket a csokoládékat. Az Asteo csokik, azok alacsony hőfokon vannak feldolgozva, ezáltal megmarad a csokoládéban azok az értékek, ami a kakaóbabban megvan. Ugye a kereskedelmi forgalomba kapható csokik azok magas hőnek vannak kitéve, ezáltal el is veszítik a 80%-át a kakaóbabban lévő értékeknek. Viszont a hozzáadott dolgok, amiket a csokikba beletesznek, amit a boltokban meg tudunk vásárolni, ugye a cukor, meg mindenféle ízesítőszerek, ezeknek köszönhetően nincs túl jó híre a csokinak. Ugye azt tartjuk róla, hogy hízdalnak, hogy károsítják az egészséget, a fogzománcot károsítják. A gyerekeinket védjük a csokitól, holott nem a kakaóval van a baj, sőt, mi több, a kakaó az kimondottan támogatja az egészséget. A múlt század első felébe patikákba lehetett csokoládét vásárolni, hörgő tágítóként, ez volt a legismertebb hatása, de mellette persze rengeteg, rengeteg nagyon jó hatása van. Az aszteócsokiknak 85-80% fölötti a kakaó tartalma. Magas antioxidáns hatása van, az egyik legmagasabb antioxidáns hatású. Ezekről is lesz szó ezeken az előadásokon, hogy összehasonlítva mondjuk a brokkolival, a fokhagymával, áfonyával, hogy arányaiban, hogy mennyivel erősebb az antioxidáns hatása csokinak. Van egy dél-amerikai csapat, a indiánok, a kunák, akiknél nem volt ismert a szív- és érrendszeri betegségek, és kutatók nagyon sokat vizsgálták ezeket az indiánokat, és hát nem találtak semmit, hogy mi lehet annak az oka, hogy nem őnáluk semmiféle infarktus nem ismertek a szív- és érrendszeri betegségek, és akkor döbbentek rá, hogy mi lehet az oka, hogy nem genetikáról van szó, hanem a genetikájuk ilyen, hogy ők nem betegednek meg ezekbe a betegségekbe. Amikor elkezdtek beköltözni a fehérek lakta területekre, és elkezdett a táplálkozási szokásaik is átalakulni, elkezdtek a fehéreknek a táplálkozásain, átvették a fehéreknek a táplálkozási szokásait, és akkor döbbentek rá, amikor összehasonlították az előző táplálkozási szokásokat és a mostanit, hogy a kunák rengeteg kakaót ettek, és ugye a fehérek között csökkent a kakaófogyasztásuk, viszont az egyéb élelmiszereknek a fogyasztása nőtt, hogy ez volt az oka annak, hogy ott nem ismer. Egyébként a Szamosi professzor is rengetegszer elmondja, és a professzorról tudni kell, hogy ő nagyon orvos, úgyhogy nagyon-nagyon csak azokat a dolgokat mondja, amik kutatásokkal vannak alátámasztva, és mint egy világszerte ismert orvos Amerikában tart előadásokat, Olaszországban, Afrikában járt. Ő fölvállalja ezt, hogy kimondottan szív- és érvédő hatása van a csokinak. A kakaónak a fontos összetevő a flavonoidok, ami ugye a hő hatására ezek eltűnnek a kakaóból, így viszont megmarad, és ennek köszönhető a nagyon magas antioxidáns hatás. A vas, kalcium, rész, kálium mellett rengeteg vitamin, és hát kifejezetten érvédő hatás, erről beszéltünk. A kunatörzsről beszéltem az előbb. Igen, érelmeszesedés megelőzése, a keringés javítására, a színműködés javítására, kóros véralvadás gátlásra, egyéb hasznos hatások, serkenti a vesefunkciót, csökkenti a hasmenést, megelőzi a fogszúvasodást. Ugye a csokiról azt tudjuk, hogy rongálja a fogakat, csökkenti a fáradtságot, egy kávé helyett egy ilyen csoki elszopogatva csodákat tesz, serkenti a koncentrálást, segíti az agyműködést, elősegíti a fogyást, nem csak a zsírégető hatásának, hanem
az ember bekap egy ilyen csokit, hogyha éhes, következő 2 órára meg van oldva az éhsége, és ráér később is enni. Mondom, én rengeteget fogytam, mióta ezeket a termékeket fogyasztom, és úgyhogy azért jelentős túlsúlyom van. Eljutottam oda, hogy most már tudok kocogni, és naponta 30-35 percet minden áldott nap kimegyek futni, holott ízületveimmel problémáim voltak, nem bírtam a terhelést, és csak ezeknek a termékeknek a fogyasztására tudom visszavezetni azt, hogy jelentősen javult az erőllétem és az egészségem. A huminsav, a humusz, az elhalt, elbomlott növényeknek a szerves maradványa. A huminsav az még fokozza a kakaóban található értékes anyagoknak a felszívódását a szervezetben. Ezeken gyorsan végigmegyek. Igen, a mejelemek felszívódását segíti a huminsav, a szelén, vas, króm, cink. Ezeknek mindegyiknek nagyon jó az antioxidáns hatása a szervezetre. A gyulladások a szervezetben a szabad gyököknek köszönhetőek, a rákos megbetegedések a szabad gyököknek köszönhetőek. A szabad gyökök antioxidáns a szervezet is termel normál állapotban, nagyon fontos a szabad gyökök és az antioxidánsok hatása a szervezetben. Viszont manapság ugye elég stresszes életet élünk, aminek köszönhetően a szabad gyökök még jobban elszaporodnak. Aki sportol, annak a szervezete több szabad oxigén gyököt termel. Az elhízottaknál szintén nagyon-nagyon nagy probléma a szabad gyökök. Az olyan munkahelyen dolgozók, akik vegyszerekkel dolgoznak, a dohányzók, őnáluk mind-mind probléma a szabad gyököknek az elszaporodása, és ezt már nem feltétlenül tudja a szervezet kompenzálni. Ezért nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy antioxidáns hatású élelmiszereket fogyasszunk. Ugye ez a csoki is egy élelmiszer, nem édesség. Erősíti az immunrendszert, természetes antibiotikus hatása van, a májregenerálásba segít, gyulladás csökkentő hatása van ugye az antioxidánsnak köszönhetően, a daganatsejteknek a szaporodását gátolja. A másik csoki, a green, az egy rostos csoki, ugye szintén a táplálkozásunkról van szó, nagyon kevés rostot viszünk, nagyon sokan vannak, akik nagyon kevés rostot fogyasztanak, és ezáltal az emésztőrendszeri problémák nagyon gyakoriak manapság, és ezzel a csokoládéval, ezzel a rost bevitellel tudunk segíteni ezen is. 28 szemes kiszerelésben van mind a két csoki. Napi ajánlott fogyasztása egy-egy szem, úgyhogy azért mondom, hogy multivitaminként is azért egy komolyabb multivitamin az árba is itt van, és megállja a helyét, sőt a professzor néha ki szokott térni arra, hogy a multivitaminokkal ő neki milyen problémája van, talán egyszer hallunk erről egy komolyabb összefoglalót is. Viszont mivel a többi termékhez képest azért elég magas ára van a csokoládénak, ezért a Filzen vezetősége úgy döntött, hogy minden 30 pont feletti vásárláshoz lehet egy 50%-os csokit vásárolni. Ugye, hogy valaki törzsvásárlóként szeretne vásárolni, hogy a kedvezményes árat elérje, ahhoz 30 pont értékben kell vásárolni. Ez 30 pont az elérhető mondjuk egy kollagén, egy lecitin és egy C-vitamin, az pont 30 pont, 9000 forint. Ehhez már lehet egy féláras csokoládét is vásárolni. A csoki partiknak a helyszínein sokkal többet lehet a csokikról hallani, meg lehet kóstolni, és kutatási eredményekkel is fogunk készülni. Az időpontok jövő héten hétfőn kezdődik a túra Lajoséknak, 11-én Pécsen kezdik, 12-e Kedd Jánoshalma, 13-a szerda Szentes, 14-e jövő hét csütörtök Kiskunfélegyháza,
15-e péntek Baja. Aztán 18-án hétfőn itt leszünk Budapesten, 25-én szintén hétfőn, az 2 hét múlva hétfő, akkor meg Salgótarjánban. A pontos időpontokról és a pontos helyszínekről, a kezdési időpontokról mindenki tud tájékozódni attól az embertől, aki megmutatta ezt a videót, vagy elhívta ide erre a prezentációra, ugyanis előzetes egyeztetés szükséges ahhoz, hogy valaki részt vegyen ezeken a rendezvényeken. Ugye mondtam a 30 pontot, hogy 30 pont fölött lehet vásárolni, akár 2 doboz csokit is lehet úgy venni, hogy 1 doboz csokinak 33 pont a pont értéke, egy teljes áras mellé lehet egy féláras csokoládét választani. És akkor, hogy hogyan lehet ezekhez hozzájutni, múlt héten erről egy kicsit többet beszéltem, akár hogyha valakit bővebben érdekel, akkor a múlt heti videót meg lehet nézni. Most gyorsan csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugye ahhoz, hogy valaki a kedvezményes áron törzsvásárlóként tudjon vásárolni, minimum 30 pontért 9000 forint értékben kell vásárolni. Ha valakinek nagyobb a családja, vagy tudja azt, hogy szeretné ajánlani, mert már első hallásra jól hangzanak ezek a termékek, vagy vannak olyan tapasztalatai, ami miatt tudja, hogy szívesen ajánlana ezeket a termékeket, akkor lehet ajánlóként 18.000 forintért is, illetve üzletépítőként 36.000 forintért vásárolni. Hogyha valaki egyből az első vásárlásakor azt jelöli be, hogy üzletépítő, és 36.000 forintért vásárol, ami 120 pont érték, két terméket 20 pont értékben tud hozzáválasztani a vásárlásához, ami 1 forintért lesz kiszámlázva. Lehet ez két lecitin, két kollagén, vagy egy lecitin kollagén is, ami igaz, hogy egy kicsit magasabb pontérték, mint 20, de ez még belefér, ezt ajándékként, vagyis hát 1 forintért, mivel így van csak lehetőség törvényesen kiküldeni, valamit le kell számlázni. 1 forintért tulajdonképpen, ha a fogyasztói árat nézzük, 4680, két doboz 4680 forintos, vagy 3900 forintos törzsvásárlói árat nézve ajándékterméket mellékel a csomagba a cég. Nagyon jó a jutalékrendszere a Filzennek, még a fél órából van egy 3 perc, hogy gyorsan mondok róla egy pár szót, hogyha te is tovább ajánlod a termékeket, akkor egy törzsvásárlói vásárlás után 2400 forint a gyors startbónusz. Hogyha egyszer vásároltál a Filzennél törzsvásárlóként, onnantól kezdve nem kell neked hónapról hónapra vásárolni. Nincsenek ilyen megkötések ahhoz, hogy tudd ajánlani a termékeket. Ha van egy ajánlóként, aki vásárol általad, az 4800 forintot hoz neked a pénztárcádba, illetve egy üzletépítő az 7200 forintot, amit akár a későbbi rendeléseidnél le is tud vonni a termékeknek az árából. Filzennél minden kedvezmény, akármilyen kedvezmények vannak, minden kedvezmény összevonható, úgyhogy nagyon komoly kedvezményeket el lehet érni az összevont kedvezményekből és jutalékokból, illetve hogyha 12.000 forint összegyűlik a webirodádba, akkor ott meg tudod adni a bankszámlaszámodat, és ki is utalják minden kérdés nélkül a jutalékot, minden hónap 15-én van utalás, és van még 6 további jutalékfajta a Filzennél, amikre én most nem szeretnék kitérni. A indulásnak a gyors start bónusz nevében is benne van, hogy az első ajánlásoknál az a legfontosabb jutalékforma. Azt érdemes megjegyezni, aztán későbbiekben, amikor már az ember benne van, akkor már sokkal jobban átlátja. Most hiába mennék végig az egészen, az nem biztos, hogy annyira érdekes és annyira érthető lenne. Meg tulajdonképpen a legfontosabb, amit szerettem volna elmondani, ez a csoki partik. Még egyszer a helyszínek: Pécs, Jánoshalma, Szentes, Kiskunfélegyháza, Baja, Budapest és Salgótarján. A pontos időpontokat meg tudjátok beszélni azokkal az emberekkel, akik megmutatták ezt a videót. Jelezni kell a részvételt
a szervezőknek, illetve a Lajosnak, a Filzennek a tulajdonosának. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani. Megnézem, hogy esetleg van-e kérdés a Filzemprezi oldalon, de úgy látom, hogy nem. Aki nem tudja, az itt ezen az oldalon tud kérdéseket is föltenni, hogyha tudok rá válaszolni itt élőben, akkor megteszem. Hogyha nem, akkor utána járunk, és a vezetőségnek a válaszát megadjuk szintén ott az oldalon. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel ezekre a partikra, jövő héten hétfőtől indul. Nagyon-nagyon jó hatása van a csokoládénak, nagyon szeretjük, finom íze van. Xilittel és stíviával van édesítve, úgyhogy cukorbetegek is nyugodtan ehetik. És mondom, én a fogyókúrámban nagyon nagy hasznát veszem ezeknek a termékeknek, mert támogatják a fogyókúrát, éhségcsökkentő hatása van, és olyan szinten energetizálnak, hogy úgy, hogy még azért jelentős súly van rajtam, jelentős mennyiségű kilót cipelek magamon, de 30-35 perceket tudok kocogni ezeknek a termékeknek köszönhetően. Úgy kívánom nektek, hogy éljetek ti is a Filzen termékeivel könnyen, egészségesen. Sziasztok!